Sziasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a nagyon rövid kis videóban megmutatom a mai Swap deals játékost, hogy miért csak most erről. Hát nagyon egyszerű, van egy bug a FIFA-ba, ma, vagy tegnap egy ilyen bugos szar dolog bekerült, vagyis a következő Swap Deals játékost ugye napi feladatban lehet megcsinálni, azt mondja, hogy lői három gólt, legalább két squad lesz meccsen, amit meg is kell ugye nyerni, minimum professzionál fokozaton, tehát profi fokozaton kell nyomni, azért kaptok -e egy Swap Deals játékost, de... Nekünk ez a szabdőszes játékos nincs benne. Ugye, akkor csak ezen a mellékprofilon van. Tehát euh, láthatjátok, itt vannak napi feladatok, két óra múlva lejárnak, itt van a swap játékos. Tök egyszerű lenne megnyerni két meccset swap lesz be profi fokozaton. Na most átlépek és megmutatom, hogy milyen a fő profilunkon egyébként a napi feladatos rész. Szóval átléptem srácok ide a főakuntunkról, és akkor nézzétek meg, hogy belépek napi feladatoknál összesen három, vagy nem, négy napi feladat van ugye az öt helyett. Ugye a másik akunton öt napi feladat volt, és ugye ott volt a swap játékos is. Itt nincsen swap játékos, úgyhogy mert is tudom mi legyen, hogy lejátszom. Direkt benhagytam két squad Battles meccset srácok. Amit gyorsan lenyomok majd lehet profi fokozatom, mert ez nem egy nagy cucc ezeket megverni profi fokozaton, de nem tudom, hogy így megkapjuk -e a játékos. Nem mint, hogy nem lenne 12 játékos, már hiszen már 12 játékosunk összegyűlt, de meg akartuk csinálni a maradék kettőt is, úgyhogy elég érdekes a dolog. Minden esetre srácok ebbe a gyors kis videóba megmutattam, hogy aki tudja, az hogy tudja megcsinálni a következő swap játékost, a 13-at ez egy jó lehetőség, hogy bepótolják, és meglegyen a 12. -dik. Általában egy még jön a héten, vagy SBC formájában, vagy ilyen napi feladat formájában. Ugye heti feladatban már nem lesz, hiszen csütörtökön lejárnak, két nap múlva lejárnak, ugye? Mindjárt megnézzük, hogy mikor járnak le ezek a swap szóval deals-es SBC-k. Négy nap múlva lejárnak, akkor valószínűleg pénteken járnak le. Addig lehet majd ezeket becserélni, ezeket a játékosokat, és talán majd jönnek a novemberi játékosok, amire megint gyűjteni kell különböző ilyen swap játékosokat, úgyhogy srácok, mi nem tudjuk megcsinálni ezt a 13-at, aki tudja, azt csinálja meg, nagyon egyszerű. Két swap lesz meccs, profi szinten, 3-3 gólt kell lőni, és meg kell a meccset. Na, csipi voltam, csumpilla.